Kedves kollégák, elérkeztünk az ókori mechanikáról szóló harmadik egyben utolsó előadás részletünkhöz. Azt a találó címet adtam neki, hogy egyéb eredmények, mert itt sok érdekességet, sok fontos eredményt mutatok be az ókori mechanikából. Közös ezekben, hogy általában a mozgás nem játszik lényeges szerepet ezeknek a során, ugye tanultuk, hogy azzal nem sok mindent tudtak kezdeni, de a nyugalmi vagy nagyjából nyugalmi állapotban levő testekről azért sok dolgot fölismertek az ókori emberek. Az első a testek úszása és a fajsúly felfedezése, amit szeretnék elmondani. Egy történettel kezdem. Egy királlyal indul a történet. Hieron király gyanakodott, hogy az új koronáját az ötvösök nem színaranyból készítették. Tetszett neki a korona, tehát nem akarta, hogy megsérüljön a korona a vizsgálatokban, és ezért a nagy tudóst, Archimédészt, aki például addigra már a gömb térfogat képletéről, meg hasonló felfedezésekről híres volt, az idős Archimédészt megbízta, hogy állapítsa meg, hogy az új koronával csak tiszta színarany van-e, vagy kevertek mondjuk ezüstöt hozzá, de nem szabadott a koronából mintát venni. Hát Arisztot, Archimédész elgondolkozott ezen, és a következőt mondta. A korona súlyát mérlegekkel, ugye kétkarú mérleg, kétkarú emelő, könnyű volt lemérni. És azt is tudták, hogy azonos súlyú ezüst és aranytömbök közül az előbbi nagyobb térfogatú. Tehát ugyanakkor a súlyú, majdnem azt mondtam, hogy egy kiló ezüst, de hát ugye a kiló az ugye későbbi egység, tehát ugyanakkor a súlyú ezüst, nagyobb térfogatú, mint arany. Tehát azt kéne megnézni, hogy a hogyan viszonyul a korona térfogata a vele egyező súlyú aranyéhoz. Ha a korona térfogata ugyanakkora, mint a vele egyező súlyú aranytömb térfogata, akkor feltehetjük, hogy aranyból áll a korona. Na de a korona alakja bonyolult. Elméleti számítás a korona alakjára még Archimédész képességét is meghaladta. De itt jött egy zseniális ötlete Archimédész, meg tudjuk mérni egy akármilyen alakú tárgynak a térfogatát, ha vízbe merítjük. Veszünk egy teli vízesedényt, amit itt láthatunk. Ebbe a vízesedénybe beleteszünk egy, mondjuk egy aranytömböt ebbe az esetbe, amennyi víz túlcsordul ide le, az a túlcsorduló víz, a kiszorított víz térfogata megegyezik az itteni aranytömb térfogatával. És például egy hengeres edényben már könnyű a térfogatot meghatározni, vagy akár a kicsorgott víz súlyát is megmérhetjük, és azon keresztül hasonlíthatjuk össze. Az eredmény a következő volt. Az arany ugyanakkor a súlyú aranytömb, ezüstömb és korona van ebben a kísérletben, és azt mondta, és az derült ki, hogy a korona, az azonos súlyú korona több vizet szorított ki, mint az aranytömb, de kevesebbet, mint az ezüst. Tehát a koronába biztos, hogy tettek valamit, hát valószínűleg ezüstöt az arany mellett. A korona kiderült, hogy nem színarany. A király elszámolt az ötvösökkel, nem leszámolt, volt egy kis üzleti vita, de üzleti alapon rendezték ezt a dolgot. Itt van egy ilyen mókás ábrázolása ennek, ugyanis a legenda szerint, ez lehet, hogy nem a valóság, de jó legenda, Archimédész ezt fürdőzés közben vette észre, észrevett, hogyha belemerül a kádba, akkor valamennyi víz kicsorog, és rájött, hogy az ő saját vízbe merülő térfogata is ezzel megmérhetővé válik. És ebből az esetből, hogy egy hamisítási ügyet tisztázott Archimédész, több tanúság is következik. Az első. Adódott egy térfogatmérési módszer, amit azóta is mindenfele használnak. Vízbe merítés és a túlcsorduló víz mérése. Ebben a vicces ábrában Archimédész, ahogy belemerül, itt ezen a csőrön túlcsorduló vizet fölfogják egy mérlegen. Egy adott anyagnál a súly és a térfogat aránya állandó. Ez a második következtetés. Ezt ma fajsúlynak nevezzük,
hogy mekkora a súlya egységnyi térfogatú anyagnak. Ugye az arany meg az ezüst falsúly különbségén alapult a mérés. Mellesleg kiderült a kísérletezés közben, hogy a vízben nyomott testekre felhajtó erő hat. Ez nem a fő kutatási irány volt, hanem mondhatni egy mellékes eredmény. És kiderült, hogy a felhajtó erő mértéke a kiszorított víz súlyával egyezik meg. Ez azt jelenti ezen a vicces ábrán, hogyha az Archimédész által kiszorított víz lenne egy egyenlő karú mérleg egyik serpenyőjébe, a másikba pedig odaülne maga Archimédész, akkor a kettő egyensúlyi állapotra vezetne ez a dolog. Ugye ez Archimédész törvénye, hogy minden vízre mártott testre akkora felhajtó erő hat, ami az általa kiszorított víz súlyával egyezik meg. Ez az úszásnak a magyarázata, és sok hasonló jelenségnek a magyarázata. Itt egy nevezetes tudománytörténeti esemény, a heuréka pillanat van megörökítve egy régi rajzon. Állítólag ugyanis a mesztelenül fürdőző Archimédész, amikor fürdés közben rájött a felhajtó erő törvényére meg, hogy hogy tudja a király problémáját megoldani, állítólag azt kiabálva, hogy euréka, megtaláltam, kiúrott a kádból, és mesztelenül végig rohant az utcán, kezébe itt a koronával. Hát ez persze nagyon legenda gyanús ez a dolog, de annyira nevezetes ez az esemény, hogy nem lehetett megúszni, hogy meg ne említsem ezt az eseményt. Nagyon sok tanulsága van ennek a történetnek, még ha félig legenda is. A nagy filozófus magától nem kezdett el ilyenen gondolkozni, hogy hogyan tudjuk az úszás törvényeit leírni. Adott volt egy királyi megbízás. Egy konkrét gyakorlati problémát oldott meg a nagy filozófus, és ez egy nagyon fontos korszakalkotó elméleti eredményre, az úszás törvényeinek és a felhajtó erőnek a felfedezésére vezetett. Aztán Archimédész észrevette, hogy sok másra is alkalmazható. Eleve már a felhajtó erő az csak egy mellékes eredményként jött ki, nem arra utazott eredetileg Archimédész, már ez egy fontos eredmény volt, de Archimédész tovább gondolta, és például helyesen leírta azt, hogy milyen hajókeresztmetszet alakok azok, amelyek stabilak a hullámzó tengeren. Mert leírta azt, hogyha megbillennek ezek az alakok, akkor ráható felhajtó erőnek a mai szempontból mondva támadáspontja hogyan változik, és ezzel a hajóépítést is elősegítette. Ez egy nagyon fontos kör, amit itt láthatunk. Egy gyakorlati problémából induló kutatás elméleti eredményre vezetett, és az olyan gyakorlati problémák megoldására vezetett vissza, amire nem is gondolt volna senki, hogy ez leírható. Itt tetten érhetünk egy fontos okot is, hogy a görög tudomány, legalábbis ami a mechanikát illeti, fejlődése miért akadt meg Archimédésznél. Nem volt szerves kapcsolat az elméleti tudósok és a gyakorlati problémák között. A nagy filozófusok csak akkor foglalkoztak ilyen konkrét gyakorlati problémával, ha mondjuk a király megbízta őket a korona kapcsán, vagy háború kapcsán háborús gépeket kellett szerkeszteni, megvédeni a saját városát Archimédésznek. Na de ilyenkor mindig nagy újítások történtek. De az ókorban az elméleti tudósok és a gyakorlati emberek közötti kapcsolat esetleges volt. És ez gátja volt a továbbfejlődésnek. Mindennek ellenére azért nagyon sok érdekes dolgot fedeztek fel a mechanikában az ókori görögök. Sokat emlegetik például az alexandriai Héronnak a gőzgépét, ami egy lezárt fedelű üst volt az alapja, amiben vizet forraltak, ez a tűz adta a meleget. Két csövön kijött a gőz, a meghajlított csővégek egybe tengelyek voltak, és egy erre megfelelően szerkesztett gömb, ami elfordulhatott a tengelyen, végéből kivezetett meghajlított csövekből, ahogy kiáramlott a gőz, ez a gömb nagy sebességgel forogni kezdett.
Ez egy ókori, egyszerű gőzgép. Érdekességnek, egyszerű játéknak használták ezeket az ókorban, nem építettek rájuk gőzgépet, hogy mondjuk ezzel darukat működtessenek, vagy pláne nem járműveket. Nem indult el a technikai forradalom, az ókorban pedig elindulhatott volna. Bőven volt rá idejük. Miért nem csináltak ebből egy használható gőzgépet, amivel emberi vagy állati erőt váltottak volna ki? Hát nem tudjuk pontosan. A lehetséges okok, ezek valódi okok, csak nem tudjuk a súlyukat, hogy melyiknek volt nagyobb a súlya. Az első. A mozgásokat magyarázó elmélet hiányzott. Nem ismerték, hogy mi írja le a mozgásokat. Sok technikai probléma adódott, például itt az illesztéseknél, a tömítés, ami azért el tud fordulni, nem volt egyszerű megoldani. Sok macera volt. Praktikusan ezek a, mondjuk a Heronnak a gőzgép és a hasonló eszközök állandó karbantartást igényeltek, nem úgy tűnt, mint ami iparszerűen használható. Persze be kellett volna fektetni egy csomó kutatást mondjuk a kenő és szigetelő anyagok felderítésébe. Itt gyenge motiváció volt. Emberi állati erővel és egyszerű gépekkel, csigasorokkal, fogaskerék áttételekkel meg tudták oldani azokat a problémákat, amik fölmerültek. Legfeljebb azt mondták, hogy hát egy kicsit több embert csoportosítunk ide, és akkor nem volt igazi motiváció arra, hogy fejlesszék ezt a technológiát, tehát hogy erőgépeket alkalmazzanak. És akkor még egy dolog, az ókori ókori mechanika eredményeiből az úgynevezett antikütériai szerkezet. Ez egy ókori célszámítógép. 1902-ben hozták fel az égei tengerben 40 méter mélységből. A történészek időszámításunk előtti második századra teszik valahova a leletnek az eredetét. Ez egy fénykép, ugye az év ezredek alatt erősen elkorrodálódott ez, de fölismerhető, hogy bonyolult fogaskerékrendszer volt egy dobozba betéve. Később készített vázlatrajz, nagyon bonyolult belső szerkezetet tár föl, ez látható itt. Ez pedig már egy mai rekonstrukció, hogy talán így nézhetett ki az előlap, és itt ezek a rudakon levő bogyók, ezek az egyes égitesteket, napot, holdat és a bolygókat képviselik. Ugyanis ez a célszámítógép alkalmas volt a főbb égitestek pozícióit kiszámolni előre. Hát ha az égi mozgások körpályán történnek, akkor körbe mozgó fogaskerekekkel ezt tényleg le lehet írni, és úgy tűnik, hogy kb. 70 fogaskerék segítségével a gyakorlatnak megfelelő pontossággal ez sikerült is. A részleteket még ma is kutatják, de egyre jobban előre haladunk, és ilyen hasonmásokat építenek, ami úgy működhetett, mint az akkori dolgok, az akkori antikütériai szerkezet. Látni fogjuk, hogy az égi mozgásokat körpályákból tették össze az ókori görögök. Következő előadásban ezt részletesen megvizsgáljuk, tehát ez odaillik. Ez az antikütéri lelet, ez egy nagyon érdekes, mutatja, hogy mennyire nem tudunk sok mindent az ókorból, például nem tudjuk, hogy pontosan kiépítette. Nagyon valószínű, hogy vagy maga Archimédész építette, vagy legalábbis tervezte, vagy egy közvetlen tanítványa lehet a szülőatya ennek a szerkezetnek. De ezt a dolgot megint csak elértek egy zseniális dolgot a görögök, de nem vitték tovább. Nem csináltak általános mechanikai számológépeket, ugye ez részben a számábrázolási nehézségek miatt volt. Archimédész életét egy római katona oltja ki, amikor elfoglalják Szirakúza városát IE 212-ben. Ez egy szimbolikus esemény. Röviddel utána a görög kultúra a római uralom alá kerül, tehát a görög területeket bekebelezi a római birodalom, de Róma nem írtja ki a görögöket, sőt megbecsüli, és a görög filozófusok
évszázadokig működtetik még utána a filozófiai iskoláikat, és keresett tanító mesterei a római nemesek gyerekeinek, és Rómán belül, a római birodalom belül a görög kultúra tovább él, és a műveltség nyelve nagyon sokáig a görög marad a hétköznapi latinnal szemben. Viszont a mechanikát tekintve Archimédész után jelentős új elméleti eredmény nem születik a mechanikában. Építenek ilyen érdekes gépeket, mint a Héronnak a gőzgépe, de egyrészt nem használják praktikus dologra, másrészt az elméletet se fejlesztik Isten igazából tovább. Nem indul meg az iparnak a fejlődése, ez nem motiválja az elméleti fejlődést, tehát végül is egyfajta megtorpanás figyelhető meg ebben. De amellett, hogy ezt kétségtelenül levonhatjuk ezt, hogy itt egy megtorpanás volt, nem szabad, nem helyes szemlélet számon kérni, hogy vajon miért. Így is hatalmas fejlődés volt, amit a görögök a világnak adtak, abban a mondjuk 400 évben, Pitagórasztól Archimédészig, a korábbi eredmények rendszerezésével hatalmas fejlődést mutattak föl a görögök mind a matematika, mind a fizika terén, aztán egy kicsit kifulladtak. A tovább lépés az majd csak a középkor közepétől és a végétől látszik majd, de ez majd egy másik előadásnak a témája.